Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a törtek összeadásával és kivonásával ismerkedünk meg. Mai alkalommal egy kicsit veszélyesebb vizekre vezünk. Ugyanis olyan valódi törteket adunk össze, melyeknél különbözők a nevezők. Leckink első részében pontosan az összeadás szabályaival ismerkedünk meg. Nézzünk mindjárt bevezetőként egy feladatot. Adjuk össze az 1 kettedet és az 1 harmadot. Ezt nagyon sokan leegyszerűsítve így oldják meg, összeadjak a két számlálót, illetve összeadjak a két nevezőt, és a mi esetünkben tehát 1 ketted plusz 1 harmad az 2 ötöd. Picit azért gondolkozzunk el ennek a feladatnak az értelmén. Az 1 ketted az valaminek a fele, ha ehhez hozzáadom valaminek az 1 akkor nem kaphatok egy olyan törtet, mely kisebb lesz, mint a fele, hiszen a kettőtöd, ha valamit öt részre osztok, és kettőt veszek belőle, az kisebb, mint fele. Tehát itt valami nem stimmel. Nézzük! Ezek szerint ilyen módszerrel nem lehet összeadni olyan törteket, ahol különbözők a nevezők. Hát ha így nem lehet, akkor hogyan? Tanuljuk meg a szabályokat. Először is, abban az esetben, hogyha olyan törteket adunk össze, melyneknél különbözők a nevezők, az első dolgunk mindig az lesz, hogy közös nevezőt keresünk. Valójában megkeressük a legkisebb közös többszöröst. Amikor már megtaláltuk a legkisebb közös többszöröst, ezeket a törteket összeadhatjuk úgy, mint azonos nevezői törtek. Előző leckéinkben már tanultunk ezekről. Számlálókat összeadjuk, nevezőt pedig lemásoljuk és a végén, ne felejtsük el, leellenőrizni az eredményt, hogy az végeredménye, mégpedig olyan formában, hogy lehet-e egyszerűsíteni a törtet, számlálót is nevezőt is elosztani ugyanazzal a számmal, illetve a kapott eredmény átalakítható-e vegyes törté. Ha igen, ezt meg kell tennünk. Itt látható tehát az a hármas szabály, amelyet mindig alkalmaznunk kell, ha különböző nevező törteket adunk össze. Közös nevezőt keresünk, összeadjuk a törteket, és a végén ellenőrizzük őket. Ezeket felhasználva nézzük akkor a konkrét feladatunkat. Visszatérünk az eredeti feladatunkra, az 1 kettedre és az 1 harmadra, és akkor ezeket a szabályokat felhasználva nézzük, hogyan is adjuk őket össze. Amint már említettem, az első és legfontosabb lépés közös nevező keresése. Ezt megtehetjük többféleképpen, emlékezzünk vissza mindarra, amit tanultunk a közös nevező keresésével kapcsolatban. Például nézzük a primtényezős tényezős felbontást. Nézzük a nevezőket, ez a 2 és a 3, és keressük meg a legkisebb közös többszörösüket. Leírjuk a 2 a 3 mellé egy függőleges kis vonal, és keresem azt a legkisebb prim számot, amelyel akár az egyik, akár a másik számozható. Ez lesz a 2. A kettőt el tudom osztani kettővel, az egy, ezt az oszlopot be is fejeztem. A hármat, mivel nem tudom osztani kettővel, csak lemásolom. A következő lépésben már kettővel nem osztok, hanem hárommal, és háromban a három megvan egyszer, mivel mindkét oszlopnak a végén egyes kaptunk, így már csak az maradt, hogy ezeket a tényezőket összeszorozzuk, vagyis kettőnek és háromnak a legkisebb közös többszöröse, kétszer három, vagyis az 6. A legkisebb közös többszöröst kereshetjük fejben való számolással is. Idézzük fel ennek a módszernek a lényegét. Kettő és a három közül kiválasztom a nagyobbik számot, az a három, leellenőzöm, hogy a három oszható-e kettővel. Mivel nem, akkor veszem a háromnak a többszöröseit, veszem a kétszeresét, kétszer 3 az 6, a 6 már osztható kettővel, így tehát a legkisebb közös többszörös a 6. Mindkét módszer esetében ugyanazt az eredményt kapjuk, ezek szerint bármelyik módszert használhatjuk, annak érdekében, hogy a közös nevezőt megkeressük. Miután megtaláltuk a közös nevezőt, végezzük el az összeadást. Első lépésünkben bővítenünk kell a törtet, le is másolom tehát egyik törtvonal plusz másik törtvonal. Mivel a közös nevezőt megtaláltuk, ez a hatos, a nevezők helyére oda is írom a hatot. Nézzük, hogyan bővítjük egyik, illetve másik törtet. Az első módszer, itt alkalmazunk, az a körös módszer, mégpedig először is a közös nevezőt elosztom az első törtnek a nevezőjével, tehát hatosztva kettő, az 3, és az első törtnek a számlálóját megszorzom ezzel a hárommal. mal Ugyanezt teszem, ugyanilyen kört írok le a másik tört esetében is, nézzük akkor még egyszer. A közös nevező, tehát a 6-ot elosztom a második tört nevezőjével, tehát a hárommal. mal 6 a 3 az 2, és a második törtnek a számlálóját megszorzom ezzel a kettővel egyszer kettő. Mivel azonosak a nevezők, így a két törtet összeadhatom, mint azonos nevezői törtek. Előtte viszont rendezzük a bővített számlálókat. Az első törtnek a számlálóját, mivel bővítettük, egyszer 3, most már az 3, plusz ugyanarra tört vonalra írhatom, egyszer 2, az 2. A nevező természetesen csak lemásoljuk, mint ahogy tanultuk az azonos nevező törtek összeadásakor. Már csak az marad, hogy a számlálókat összeadjuk, 3 plusz 2 az 5, a nevezőt pedig lemásoljuk, tehát az 6, így az egy ketted és az egy harmadnak az összege 5 hatod. A hármas szabályunk utolsó lépése, hogy ellenőrizzük le a kapott eredményt. Egyrészt ellenőrizzük le, hogy számlálót és nevezőt eloszthatjuk-e ugyanazzal a számmal, jelen esetünkben nem, illetve átalakítható e a vegyes törté, ez akkor történik meg, ha számláló nagyobb, mint a nevező. Ami esetünkben ez sem érvényes, itt tehát az 5 hatod a végeredmény. Íme itt láthatók azok a lépések, amelyeket alkalmaznunk kell, ha két olyan törtet szeretnénk összeadni, melyeknél különböznek a nevezők. Ez a művelet egyáltalán nem egyszerű művelet. Láthattuk, hogy több lépést kellett elvégeznünk, először is közös nevezőt kellett keresni, majd a közös nevező alapján bővíteni a törteket, és az összeadás elvégzése után még ellenőrizni is kellett, egyrészt az egyszerűsítés, másrészt pedig az átalakítás miatt. Ezeknek a szabályoknak a segítségével bármelyik két vagy akár több törtet is össze tudunk adni. Annak érdekében, hogy jobban elmélyítsük ezeket a szabályokat, nézzük a következő feladatunkat. Adjuk össze a háromnegyedet negyedet és az öt hatodot. Emlékezzünk vissza, az első lépés mindig a közös nevező keresése. Tehát a négynek és a hatnak meg kell keresnünk a közös nevezőit. Miután megtaláltuk a közös nevezőt, összeadjuk ezeket a törteket, és a legvégén ellenőrizzük az eredményt. Induljunk akkor ugyanebben a sorrendben. Keressük meg tehát, amint már említettem, a 4-nek és a 6-nak a legkisebb közös többszörösét, nézzük még egyszer a prim tényezős felbontást. A 4-et és a 6-ot el tudom osztani kettővel, nem csak az egyiket, hanem mindkettőjüket, 4-ben a 2 megvan kétszer, és 6-ban a 2 megvan háromszor. Legalább az egyik szám páros, így továbbra is 2-vel osztok. 2-ben a 2 megvan egyszer, és 3-ban a 2, mivel a 3-at nem tudom osztani, csak lemásolom. Az első oszlopunknak végéhez is érkütünk, már csak 3-mal kell osztanunk, 3-ban a 3 megvan egyszer. Így a 4-nek és a 6-nak a legkisebb közös többszörösét úgy számoljuk ki, hogy ezeket a tényezőket összeszorozzuk, 2 x 2 3. 2 x 2 az 4, négy, és 4 x 3 az 12. Ha a 4-nek és a 6-nak a legkisebb közös többszörösét fejben szeretnénk kiszámolni, az sokkal gyorsabb lenne. Miért? A két szám közül a nagyobbik száma 6-os, a 6-ban a 4, mivel nincs meg, veszem a 6-nak a kétszeresét, az a 12, és mivel a 12 osztható 4-jel, így rögtön meg is kaptuk, hogy a legkisebb közös többszörös, ugyanúgy, mint az előző módszer segítségével, 12. Amint már említettem, teljesen mindegy, hogy melyik módszert használjuk, hogy megtaláljuk a legkisebb közös többszöröst, én mindenféleképp a fejben való módszert javaslom. Amint kiszámoltuk a legkisebb közös többszöröst, adjuk össze akkor ezeket a törteket, de viszont előtte bővítsük. Tehát a közös nevező, ahogy már kiszámoltuk az előtt, az a 12. Nézzük a bővítést, és az előtt látott körös módszer helyett most az úgynevezett pipázós módszert szeretném bemutatni, amelynek a lényege a következő. A két számláló mellé tegyünk egy-egy pipát, és erre a pipára számoljuk ki, hogy mennyivel kell bővíteni egyrészt az első, másrészt pedig a második törtet. Hát az, hogy mennyivel kell bővíteni, egy egyszerű osztással tudom kiszámolni. Konkrétan az első tört esetében a közös nevezőt elosztom az első tört nevezőjével, 12 osztva 4 el az 3, és ezt a 3-ast erre a pipára írom. A második tört esetében a 12-t osztom 6-tal, az 2, a 2-est írom a pipára. Nézzük a bővített számlálókat. Az első tört esetében a meglévő számlálót szózom a pipán lévő számmal, vagyis 3x3, a második tört esetében pedig 5x2. Így már össze tudom adni ezt a két törtet, mint azonos nevező törtek, természetesen még rendezem előtte a számlálókat, 3x3 az 9, a másik tört esetében pedig 5x2 az 10. És a legvégén, ha a két számlálót 9-et és a 10-et összeadjuk, az 19, a nevezőt pedig lemásolom, tehát a kapott eredményünk 19 12 -ed. Kihangsúlyozom, hogy eredmény, nem pedig végeredmény, hiszen ellenőriznünk kell. Először is ellenőrizzük le, hogy lehet -e egyszerűsíteni. Hát mivel a 19 prímszám, szám, így nem tudjuk mindkét számot ugyanazzal a számmal osztani, viszont láthatjuk, hogy a számláló nagyobb, mint a nevező, ezért átalakíthatjuk vegyes törté. Nézzük az átalakítás lényegét. A 19-et először is el kell, hogy 12-vel, a hányados 1, a maradék pedig 7. Így akkor a kapott vegyes tört 1 egész és 7 12 Ebben a feladatban láthattuk, hogy a bővítést a pipázós módszerrel oldottuk meg, teljesen mindegy, hogy ki melyik módszert alkalmazza, akár a körös, akár a pipázós, mindenféleképp egyik, illetve másik módszer esetében is ugyanazt az eredményt kapjuk. Ennyi lett volna az összeadásnak a lényege, abban az esetben, ha olyan törteket szeretnénk összeadni, melynek a nevezőjük különböző. Videónk második részében tovább oldunk meg feladatokat, annak érdekében, hogy minél jobban begyakoroljuk ezt a módszert. Köszönöm a figyelmeteket!